egy amatőr baráti társaságot fogtunk össze ezzel a csapattal. Elképzeléseink nem voltak a szezonnal kapcsolatban. Igazából az volt a lényeg, hogy játszom mindenki, ugyebár mi élményből játszunk, tehát nem volt kényszer rajtunk, hogy nyerjünk, nem terveztük, hogy elsők leszünk, úgyhogy abszolút meglepetés ez a szezon számunkra. A közepe felé, amikor már látszott az, hogy van úgymond helyünk ebben a bajnokságban, akkor kezdtünk egy kicsit jobban rákapcsolni, sorösszeállításokban is, meg tempóban is, és megérett a gyümölcs igazából. Itt mindenki egy vezér, tehát körülbelül nagyjából egységesek vagyunk, sőt egy egységes csapat szellemről beszélhetünk. Mindenkinek megvannak a maga betegségei, kis lányos hisztik azért vannak a csapatban, de összességében jól kijövünk, tényleg jó a csapatmorál, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt. Mindenki oda tette magát. Szerintem maradunk ebben az osztályban, és megpróbáljuk a gyengébb játékosainkat felzárkóztatni, ezáltal több játék lehetőséget adni nekik. Valószínűleg ez a teljesítményükön is meg fog látszani, de majd meglátjuk. Hogyha jövőre is nyilván itt leszünk a topban, top 2-ben, top 1-ben, akkor elgondolkozunk az utáni szezonon, hogy hova tovább. Engem a szezon elején, mikor megkerestek, az első meccsen már túl volt a csapat, egy igen komolyabb vereség után, majd a Kovács Andris az egyesületnek az elnöke megkeresett, hogy hát Dunajvársi volt jégkorongosként, esetleg el tudnám-e vállalni az OB4 csapatnak a menedzselését edzőként. Mondtam, hogy hát nekem semmilyen edzői végzettségem, maximum játékos múltam van. Mondta, hogy ide nem kell semmilyen papír. Hát mondom, jó persze, hát mondom, tartok edzéseket, meg elmegyek meccsre a fiúkkal. És szezon közben elkezdtem érezni azt a fiúk részéről, hogy nagyon járnak edzésre, tehát heti 2 edzésünk van, és ugye majdnem minden második hétvégén meccs volt. És nagyon büszke vagyok rájuk, hogy oda tették magukat, családot, munkát, munka mellett jöttek, és tisztességesen akár este 10 órási kezdésű edzésre is megjelentek. És így tudtunk jó edzéseket csinálni. Ez a legfontosabb, tehát ha 8-an vagyunk edzésen, úgy nagyon nehéz egy csapatot építeni, egy csapatszellemet. Természetesen gyakoroltunk kezdéstámadást, próbáltam belevinni őket a vérkeringésbe, ami egy igazi jégkorongjátékosnak benne van az életébe, hiszen ugye ez a csapat idén alakult, vagyis hát tavaly alakult, idei szezon, és hát ebben a szezonban kezdtünk el jégkorongozni. Van nagyon sok új játékosunk, de a harmadik sorosok szinte idén, vagyis hát ebben a szezonban kezdtek el korcsolyázni, tanulni, tehát előtte szabadkorizni tanultak, vagy szabadkoriztak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ennyit fejlődtek. Tehát itt csak egy közös munka eredményeként tudtunk egy komplet 3 sort itt kiállítani. Nyilván az első meg a harmadik sor közt van ezért egy nagyobb kontraszt, de én úgy érzem, hogy itt egy-két szezon és a harmadik sor is föl fog zárkózni az első 2 sorunknak a szintjére. Úgyhogy így elvállaltam az edzőséget, visszatérve egy kicsit, és nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus, hogy így beláttak a fiúk, és megkaptam minden segítséget a Dolmán Gábortól is, aki a csapatvezetőnk, ugye biztosította a hátteret, a feltételeket, ő szervezett mindent, természetesen az Angels Jégkorong Sportegyesület, a Kovács Andrisék a feltételeket biztosították. Én meg láttam azt a ambíciót, ami a csapat meg a vezetés mögött áll, és természetesen adtam is a játékos múltamból eredendő szakmai tapasztalatokat egy ilyen csapat menedzselésére. Megmondom őszintén, nagyon nehéz volt, mert addig, amíg nekem zsigerből jön az, hogy egy korongot vezetünk, meg koszorúzunk, meg fordulunk, addig nekik ezt meg kellett tanulnom, vagy meg kellett tanítanom. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz volt úgymond ezt a szintet fölhúzni, és átgondolnom nekem is, mert eddig csak csináltam, most meg nehéz elmondani azt, hogy mit csinálok feltétlen reflexzerűen. Úgyhogy én azt látom, hogy nagyon jó az irány. Örülök neki, hogy megnyertük az OB4C bajnokságot, és gratulálok mindenkinek, és köszönöm szépen akár a Jégkorong Szövetségnek, meg bárkinek, aki ebben részt vett, mert nagyon fontos a sport, a mozgás, és hogy közösségként működjünk.